Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal nagyon szép, csavart jellegű azsúrmintát kötünk, hosszú szemekkel. Az ismétlődő mintaegység 4 szem, és ehhez csak a szélszemeket kell hozzáadnunk oda-vissza kötésnél. Magasságban 4 sort kötünk. Ezen a darabon 7 mintaegységet kötöttem, 7x4 plusz 2, 30 szemen. Együtt 3 mintaegységet kötünk majd, 3x4 plusz 2, 14 szemmel indulva. 14 szem van a tűn, kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy a nagy mintánál is tettem. Indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Első sor, szélszem. A következő 2 szemet balra dőlve simán összekötjük. Ehhez az elsőbe úgy szúrok, mintha simán kötném, és átteszem a jobb tűre, a másodikat simán kötöm, majd az átemelt szemet erre ráhúzom. Egy ráhajtás, a következő 2 szemet jobbra dőlve kötjük össze simán. Ehhez első szálból simán összekötöm a 2 szemet. Ez egy 4 szemből álló mintaegység, ezt ismételjük. 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Egy ráhajtás, 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Még egyszer, 2 szemet balra dőlve simán összekötünk. Ráhajtás, 2 szemet jobbra dőlve simán összekötünk. Szélszem. Második sorra visszaálljen, szélszem, egy fordított, egy sima, az előző sor ráhajtását tehát simán kötjük, egy ráhajtást teszünk a tőre, a következő szemet is fordítottan kötjük, egy plusz ráhajtással. Egy körültekerés lenne a tűn, maga a fordított szem, még egyet teszünk a tőre, és így kötjük a szemet. Így a fordított szem mellett ott van egy ráhajtás. Ezt ismételjük. Egy fordított, egy sima, egy ráhajtás, egy fordított szem plusz ráhajtással. Újra, bár az utolsó mintaegység kicsit eltér majd az eddig kötöttektől, egy fordított, egy sima, egy ráhajtás, és az utolsó helyen álló szemet fordítottan kötjük, de már plusz ráhajtás nélkül. Tehát csak az utolsó mintaegységben egy szimpla fordított szem, szélszem. Harmadik sor, szélszem. Az ismétlődő mintaegységek előtt kötünk egy sima szemet. Most indulunk az ismétlődő mintaegységekkel, egy fordított, most tehát fordítottan kötjük az előző sor ráhajtását, egy sima, a következő 2 szemet kötés nélkül áttesszük a jobb tűre, úgy szúrok bele, mintha fordítottan kötném, átteszem, következő szemet is, ez az, amit egy plusz ráhajtással kötöttünk, így egy hosszú szem alakul ki. Ezt a 2 szemet jobbra keresztezzük. Ehhez hátul beleszúrok az első szembe, a másodikból kihúzom a tűt, újra felveszem, ez a hosszú szemünk, ez így marad a jobb tűn, nem kötjük, kötés nélkül itt marad, a másik szemet pedig simán kötjük. Ezt fogjuk ismételni. Egy fordított, egy sima. A következő 2 szemet jobbra keresztezzük, átteszem mindkettőt a jobb tűre, hosszú szemet kialakítom, jobbra keresztezzük tehát, a bal tűvel az első szembe szúrok hátul, a második szemből, a hosszú szemből kihúzom a tűt, újra felveszem, kötés nélkül itt lesz a jobb tűn,
a másik szemet pedig simán kötöm. Az ismétlődő mintaegységek után egy fordított, két sima, szélszem. Negyedik sorra visszálljen, szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt négy fordított szemet kötünk. 2, 3, 4. Most indulunk az ismétlődő mintaegységekkel. Ezt a két szemet fordítottan kötjük, miközben felcseréljük a helyüket, tehát jobbra keresztezzük. Ezt most nagyon egyszerűen megoldhatjuk úgy, hogy először a második szemet kötjük fordítottan, majd az elsőt is fordítottan kötjük, és most tesszük át a két szemet a jobb tőre. Ezt két fordított szem követi. Újra a két szemet keresztezzük és fordítottan kötjük, előbb a második szemet kötjük fordítottan, majd az első szemet kötjük fordítottan. Most tesszük át. Két fordított. Szélszem. Ezzel a négy sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Remélem, hamarosan találkozunk. Addig is jó kötést kívánok mindenkinek!